Velem szemben pedig a Március zenekar két tagja. Hát srácok, nyilván nem fogunk elmenni amellett, hogy miért pont Március a zenekarnak a neve. Gondolom, egy standard kérdés, ezerszer válaszoltatok már, de most mondjuk el még egyszer. Hát, hogyha ezerszer nem is, de tényleg sokan kérdezik. Azért Március, mert a Március hava az ugye Mars istené, ő pedig ugye a háború istene a rómaiak szerint, és egyrészt ugye a háború istene Mars miatt Március, másrészt pedig azért Március, mert a Március a tavasz első hónapja, a megújulás, az új élet, a változások, az újdonságok, ezért Március a Március. Mert ugye a ti stílusotok ez a post-hardcore, és mitől különleges ez, mint mondjuk a korábbi hasonló stílusú zenék? Hát igazából csak annyival másabb, hogy a hardcore-on belül igazából egy agresszívabb, egy punkhoz valamennyire közelítő téma, de inkább egy ilyen melodikusabb, metálosabb, de mégis egy énekelhetőbb műfaj emellett, és igazából ezért érdekesebb, ezért szeretjük igazából. Meg hát gondolom cél volt a névválasztásnál az is, hogy befogadható legyen és könnyen megjegyezhető. Így van igazából, tehát igyekszünk arra, hogy megtartsuk ugye az underground alapokat erről, hogy tényleg így menjen ugye ez a heviség benne, de az, hogy ilyen könnyen befogadható része, így igyekszünk az énekelhetőbb, barátibb refréneket megírni ehhez. És ugye a névválasztás után rögtön az első kislemeznek is tulajdonképpen kapcsolódott ehhez az irányvonalhoz a cím Változások. Meséltek egy picit erről így az van, első igen. Kislemezről. Gyakorlatilag ez azt is jelenti, hogy ti nem teljesen amatőr zenekarként jöttetek ide. Igen, tulajdonképpen így is mondhatjuk. Igen, már van mögöttünk egy kislemez, amit hát saját magunknak rögzítettük profi körülmények között, magunknak dolgoztunk rajta, de a körülmény az tényleg az nagyon profi volt. És hát, hogy miért változások, vagy hogy honnan jön ez az egész, igazából ugye én írom az együttesnek a szövegeit, és nekem az elmúlt időszakomat tükrözi igazából minden egyes dal. Tehát azt fejezem ki benne, hogy mind mentem én keresztül, és honnantól jutottam el, meddig, és volt egy kis szövegem, aminek az volt a vége. Tehát ez nem dalszöveg, ez csak egy ilyen munkafolyamat volt, hogy ahogy készültek a dalok, meg ahogy összeállt ez az egész, akkor én közben folyamatosan firkáltam, és ezt adta ki a végére, hogy hát igazából ezek a változások. Ez nagyon érdekes, mert a tartalom
kicsit ilyen komor, kicsit ilyen mély dolgokat boncolgattatok ti a dalaitokban. Sok minden benne van, szakítástól kezdve a önmagad megkérdőjelezéséig, jó úton vagy-e, jó szakot választottál az egyetemen, jó a munkahely, a csalódások, örömök, szomorúságok, szeretteink elvesztése, szóval sok minden van benne, sok minden történt. De gondolom ez nem csak a te elmúlt néhány éved, hanem a zenekar többi tagjának az elmúlt néhány éve is benne van ezekben a dalokban, szövegileg a tied, hangzásilag meg ugye a többieké. Persze, így van. Hát igazából szerintem úgy mindannyian ugye átéljük ezeket a részeket, és hát végül is nem csak Martini részében voltak hasonlóak, mert ugye hát én is ugye átéltem ezeket a változásokat így az életemben, hogy egyetemen szakváltások, munkahelyeknek így a tömkelege, és hát igen, zeneileg is igazából ezek kijönnek, hogy milyen hangulatúan voltam, amikor így írtam ugye az alapriffeket így alapból. Ugye erről a kislemezről az első gyakorlatilag a bemutatkozó dal a Hajnal címet kapta. Meséljetek egy picit erről, hogy fogadta a közönség? Igazából pozitív visszajelzéseket kaptunk, úgyhogy örülünk neki nagyon. Jól fogadta a közönség. Kaptunk komoly kritikát is, aminek meg igazából még jobban örülünk, mert nyilván abból tud fejlődni az ember. Úgyhogy elégedettek vagyunk vele, és reméljük, hogy azért ezen túl is nézni fogják, hallgatni fogják az emberek. Ezt a kritikát, ezt kitől kaptátok, és mit tartalmazott? YouTube-on van egy csatorna, két eléggé témában jártas srác kritizálta a kis lemezünket, és ők fogalmazták meg, hogy az alapriffek jók, szöveg ügyben, rímek terén még van hova fejlődni, a dallam vezetések is tetszettek nekik többé-kevésbé, többnyire inkább, mint nem, és ők is igazából pont a Hajnalt emelték ki, hogy na ez egy olyan irányvonal, ami ők úgy érzik, hogy nekünk fekszik, és hogyha ezt fogjuk meg, akkor az egy jó út lehet nekünk. Egyébként én a klipben azt láttam, és most is itt, amikor színpadon álltatok, én azt hallottam, meg azt láttam, hogy egyébként teljesen összeért a zenekar. Ti ezt hogy érzitek belülről? Hát kezdetileg annyi a háttérsztória ennek, hogy én és Martin, mi korábban nekünk volt egy együttesünk így a mi szülői városunknak Tiszaalsváriban, a Skons nevű banda, és tehát, hogy mi már nagyjából így összehangolottunk, és bátyám a basszusgitáros így, hát beugrós volt, hogyha valamelyik tag nem tudott eljönni, és másik két tagunk, Bence meg Kristóf, ők korábban debreceni rocksuliban együtt zenéltek többször is, és hát így sorolt minket össze így a szél, hogy végülis több oldalról így összeértünk már, mielőtt még megalakult volna így a banda, de nyilván kellett idő ahhoz is, hogy meg tudjuk írni ugye a számokat, hogy ahhoz is egymáshoz tudjunk szokni, mert eleinte még gondolkodtunk azon, hogy most milyen stílusban legyen, hogyan csináljuk ezt, és ezzel voltak így kisebb változások szintén. És végül így álltunk össze, mert ez valahogy mindenkinek így a közös pontja, ez a műfaj. Ugye a zenekar 18 októberében alakult, ugye ott volt a 19-es év, a 20-as azt hagyjuk is, hogy mi volt 2020-ban. Tudtatok-e koncertezni, és olyan koncert élményeket szerezni színpadról, ami aztán igazi lendületet ad a zenekarnak a továbbiakra? 2019 novemberében volt nekünk az első koncertünk. Igazából azért halogattuk így egy évvel később, mert már eleve szerettünk volna úgy fellépni, hogy ne azt higgyék rólunk, hogy egy random amatőr banda vagyunk, akik a garázsból így kiszöktek, hanem tényleg így olyan tight legyen az egésznek a soundja. De 2020-szal kapcsolatosan, hát egyből azzal kezdődött az egész, hogy még az elején még nem lett ugye a karanténhelyzet. Úgy volt, hogy nekünk lesz 4 vagy 5 koncertünk így a tavasznak az elején. Aztán meg történt, ami történt, de 2020 szeptemberben és októberben volt nekünk 2 koncertünk, amivel sikerült így felléptünk. Az egyik az egy saját szervezési koncert volt, a másikon meg meghívtak minket egy budapesti banda, 2 budapesti banda. 2021-re van-e már koncert, ahova esetleg elmehetünk és személyesen is találkozhatunk veletek? Igazából nincs. Tehát tervezés alatt van nagyon sok minden. Most éppen megint alkotó folyamatban vagyunk, ráadásul várjuk a végét, hogy minél hamarabb, hogyha visszáll minden rendesen, akkor fekszünk majd rá. Ötletek meg tervek vannak, de még semmi sem fix. Hát igazából 2021-re így a tervünk most az, hogy minél több számot tudjunk így közösen megírni, mert hogy ugye 2020 ezt is egy kicsit leszűkítette annak, hogy nem tudtunk próbálni se, meg se stúdió, se semmi, úgyhogy most erre fogunk inkább rá koncentrálni, hogy több számot tudjunk kinyomni magunkból.
Akkor alkotás és előadás lesz 2021-ben nektek. Már csak egy kérdésem van, 10 év múlva hol és miről fogok veletek beszélgetni? Hát reménykedünk abban, hogy Magyarországon, hát végül is a célunk az, hogy a hardcore közösségben így próbálunk így előrébb lépni, hogy mi is valahol egy nagyobb név legyünk majd később, és hát elég jó lenne, hogyha később kikerülnénk egy külföldi turnéra is, de hasonló tervek vannak, vagy hasonló az elképzelésünk. Hát 10 év múlva szerintem találkozhatunk akár ugyanitt is, és beszélgethetünk akár ugyanerről, csak sokkal nagyobb volumenben. 1-2, 1-2. A műsor felvétel helyszínét a Klub Hollywood biztosította.